Vidéki simlis pizza, aranyozott pezsgő mellette. Nyikorog az ajtó, búszik egy hang a semmit pengetve. A fajtát megrettem, nincs meg szentelve. Érzi a veszélyt, mert nem látja sehol a helyét a mennyekbe. Robban a vaku, de kiég a fény, ugyanott jelsz, mint a legelején. Jancsi a neved, nem János Vitéz. Súlytalan vagy, könnyen elfúj a szél. Nem vagy te túl, senki sem néz. Mindenre azt mondod, van az a pénz. Sodor a tömeg, te csak arra mész. A kifogás azonnal mindenre kész. Ilyen az arany élet, vesztesként kired az arany érmet. Bombék a zsebed üresítben, minden kell, de csak is fele pénzed. Nyitva a kapu, de zárva a ház. Ha nem jöttesz valamit, nem magyaráz. Nézzél magadba, ki a hibás. Bombolyás neked, ma nincs ráadás. Mindenre futja, de tőled az ördög is futna. Megjátszott keménység, tátongó üresség. Kompresszusokkal eltakarva, tartva. Sokat nyomna alatva, ha valami felkavarna. Folyton az új évvel, újjén a duma, de szavaid hitelen nulla. Magadat keresed, beleremegsz. A szürkeség lassan majd bekebelez. A nárkod még mindig nem felekezed. Ez az út apokon felevezed. Magadat keresed, beleremegsz. A szürkeség lassan majd bekebelez. Vendégünk Farkas Zsombor és Farkas Hunor. Hello, sziasztok! Szép estét. Itt már a felvezetőben említettük, hogy ezért mondhatjuk, hogy ez egy igazi családi biznisz, testvérek vagytok, unokatestvér is benne van ebbe a dalba. Még mielőtt rátérünk erre az új dalra, mondjátok el nekünk, hogy milyen indítatásból kezdtetek el együtt zenélni. Ennyire jó testvérek vagytok? Ennyire szeretek időt tölteni együtt? Igazából kiskorunk óta rengeteg közös hobbink volt, közös baráti társaság, együtt sportoltunk, meg zenéltünk is már kiskorunkban is együtt. Tesóm hegedült, én pedig klasszikus gitáron játszottam, és álltunk színpadon. Aztán így néhány év a zenében kimaradt, és egyszer csak Hunor megszólalt, hogy csináljunk egy közös dalt, és ez konkrétan így történt. És mindig ilyen jó és nyugodt a kapcsolatotok, és ezt azért is kérdezem, mert ugye én is énekes vagyok, a nővérem is énekes, pluszban énektanár, néha kegyetlen. Amikor együtt dolgozunk, azért testvérek között ez nem egyszerű. Itt mindig ekkora nyugalom van és egyetértés, vagy néha össze tudtok veszni? Hát szoktunk egyébként veszekedni, de ezek ilyen 5 perces veszekedések, mind a ketten elmondjuk a véleményünket, összeveszünk, de nem tart sokáig, szóval általában tudunk közös nevezőt találni, de szokott azért konfliktus. Igen, sok mindenben hasonlít a véleményünk, néhány dologban meg pont kiegészítjük egymást, és nyilván szoktak összetűzések lenni, de mondhatom, hogy én nekem is előtte sok más formációm volt, meg sok mindenkivel zenéltem, de mindegyiknél jobb ez a munkakapcsolat. Hát tetlegességig nem fogjuk még soha. Jó, tudni. Hát akkor mindezek után meséljetek nekünk erről a dalról. Ugye stílusában ez már egy ilyen trappes műfaj. Miért pont ezt választottátok? Ezzel hozzátok a legközelebb? Igazából sok mindenben kipróbáltuk már magunkat, úgy akár a közös formációnk kapcsán is. A legelső dal, amit megcsináltunk, az például kicsit egy ilyen rádiósabb pop-rock dal volt, és azóta is úgy több mindenfelé kacsingattunk, és igazából az előző dalunk a Feledek volt, annál kezdtük el azt érezni, hogy úgy megtaláltuk azt, amiben úgy a legjobban egymásra is tudunk hangolódni, ami mind a kettőnknek kompromisszum, de mégis közel áll, és úgy jól működik nekünk is, meg a közönségnek is. És akkor így jött utána az, hogy ezt a feledekes vonalat folytatjuk, és akkor ezzel a Bon Voyage-ral már így próbáltunk tovább menni. Honnan a címválasztás, hogy Bon Voyage? Hiszen azért, hogyha mondjuk megnézzük a dalnak a mondani valóját, azért ez egy odamondós kis dalszöveg lett. Hát a Bon Voyage azt jelenti franciául, hogy jó utat, igaz? Még ez is lehet odamondós. Mondjuk ez egy Bon Voyage. Jó utat. Hát igen, jó utat kívántunk az embereknek. Nem amúgy az unokatestvérrel kezdtük el csinálni az alapot, itt most ezt így csináltuk. És Netflixen van egy ilyen, hát elég ilyen kaotikus rajzfilm sorozat, amiben nagyon sok ilyen nagyon jó kifejezés van, és akkor abba láttuk, vagy abba hallottuk, és akkor így úgy voltunk vele, hogy élik is a mondani valóhoz, mert jól is hangzik, aztán mondtuk Zsombornak, és így meg lett, igazából megvettük. Milyenek eddig a visszajelzések ennél a dalnál? Mert azért a videó megosztókon titeket szeretnek, és sokszor megírják a véleményüket, ennél a dalnál mi a helyzet?
igazából az embereknek pozitív a visszajelzése többnyire, és ezért is, amit az előbb is mondtam neked, hogy ugye a feledek után, ami a közönségnek is nagyon, hogy itt talán nekik is a kedvencük volt az eddigiek közül, ezért is éreztük úgy, hogy ezen a vonalon maradunk ugye a saját indítatásokon túl, és szerencsére, aki eddig hallotta, szinte egyöntetően pozitívan nyilatkozott róla az előző dal után, úgyhogy ez nagy, nagy öröm számunkra. Mennyire bírjátok egyébként a kritikát, mert azért amikor beindul egy zenei szekér, ott azért mondtad, hogy nagyon jó visszajelzéseket is kaptatok, de mondjuk vannak a kritikusok veletek szemben. Én szeretem kifejezetten amúgy. Szerintem az nagyon rossz lenne, hogyha... Hát meg szerintem az annyira egyhangú, hogyha csak jó van. Az szerintem nem egészséges. Szerintem jó, hogyha valakiből akár olyat is váltja, hogy nem tetszik neki. És megírja, nyilván az a fajta kritika, ami nem olyan feltétlenül komolyan vehető, de hogyha valaki normálisan elmondja. De hát amúgy meg az olyan kritikát is elfogadjuk, ami mondjuk egy szavas, nem túl szép kifejezés. Úgyhogy ezzel sincsen bajom, inkább legyen olyan, hogy váltson ki valamit, ha nem vált ki semmit, nem az rosszabb. Inkább váltson ki rosszat, jót, de valamit váltson. De vannak egyébként, hogy negatívat is mondjunk magunkról, vannak ilyen visszatérő kommentelők és kardoskodók is, már ilyen sokadik. De ezzel semmi baj nincs, ez nagyon jó, mert akkor akik titeket szeretnek, meg tudnak titeket védeni, és ugye készült egy klip is ehhez a dalhoz, tehát látszik, hogy ezzel jó sokat dolgoztatok. Milyen volt itt a munkafolyamat, a munkamegosztás, ki találta ki, hogy mi történjen? Igazából úgy szokott az általában történni, hogy ahogy kipattan a fejünkből a dal koncepció, úgy jön a szöveg, és már áll össze a zenei világ, meg maga az egész projekt, így látjuk hozzá már nagyjából, hogy mit képzeltünk el, és ez azért is talán az egyik legjobban sikerült klippünk, mert mind így közöttünk, meg azok az embereknek a fejében, akikkel ugye dolgoztunk a klipben, operatőr, gyártásvezető, stb. Szinte anélkül, hogy elmondtam volna az elképzelést a dal hallatán, ugyanezt a képi világot képzelték el, és gyakorlatilag így, hát kis túlzással, de minden jött magától. Hát így jó együtt dolgozni. Milyen tervek vannak a közeljövőben? Hány dalt szeretnétek még kihozni? Esetleg egy album? Nagyon sokat, alapvetően minél többet. Így ebben a sorrendben, ahogy elmondtam, nem? Ahogy mondod, album egyébként mindenképpen jövő, hát ilyen tavaszra, nyár elére egy nagy albumot szeretnék mindenképpen. Úgy szerintem egyezik is az elképzelés ezzel kapcsolatban, aztán most ez a nyári, őszi, téli időszak majd a munkáról szól, és aztán reméljük, hogy meg lesz a bőjtje, csak hát a pozitív bőjtje. Igen, a gyümölcsek. Köszönjük szépen. Biztos, hogy meg lesz. Vigyázzatok egymást, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is nagyon szépen. Köszönjük szépen. Szép estét mindenkinek.